A látható nyelvre alapozott vizuális irodalmi művek egyik jellegzetes típusa a logómandala, mely főleg a konkrét és a specialista költők munkái nyomán vált ismerté, írja róla Pap Tibor, Franciaországban élő költőnk. A mandala, mint archaikus formaképzet, a tibeti és indiai kultúrában évezredek óta a meditációs technikák egyik alkalmazott eszköze, melynek segítségével a tanítvány célja a középpont, a világ közép felé haladás. Ezzel szemben a zene nyelvére átültetett logó mandala formájában adott egy szerző által meghatározott keret, amely kereten belül az előadó kvázi improvizál. Így igyekszik feltárni nem csak a mű, de önmaga belső kvalifikációját is. Célja tehát nem a középpontba való megérkezés, hanem az azon való áthaladás, áthajlás, minek következtében egy folyamatosan mozgásban levő, önmagát újra és újra olvasó, több szólamú rendszer válik hallhatóvá, mely rendszer tartalmának gazdagsága többnyire csak hosszabb és elmélyült hallgatás után bontakozik ki, fogalmazott Magolcsai Nagy Gábor a logó mandaláról, amelynek ő maga is hódolója és szerzője. Következzék tehát Hérincs Dániel programzenéje, előadják Lukács Bernadett hegedűn, Gedelmese csellón, Fejes Tóth Gábor nagybőgőn és a szerző Hérincs Dániel zongorán. Fogadják őket szeretettel.
Kedves vendégeink, azt hiszem mindenképpen egy izgalmas zenei kalandnak lehettünk részesei. Folytassuk mai koncertünket, következik Vetl Mátyás, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző szakos hallgatója. Kiskorától zongorázni tanult, majd 2004-ben felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zeneszerzés szakára Kocsár Miklóshoz és Csemicki Miklóshoz, amit az Ötvös József gimnázium mellett végzett. 2007-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés szakára, ahol jelenleg harmadéves hallgató, zeneszerzés tanára Fekete Gyula. Undó, azaz visszacsinálni. Visszacsinálni, ami megtörtént. Borúság és vidámság, kedvés, kedvetlenség. Fekete és fehér, klarinét és ebb, fény és sötétség, kék és zöld, sárga és szürke, január és február, 9 és 10, kifli, autó, mozi. Következzék tehát Undó, Vetl Mátyás szerzeménye, előadja Szűcs Péter klarinéton.
Kedves vendégeink, azt hiszem nem járok messze az igazságtól, ha megkockáztatom, hogy a szerző mellett Szűcs Péter előadó művészi egyénisége is lenyűgöző ezen az estén. Folytassuk koncertünket. Balogh Máté Gergely következik, Dunaújvárosban nevelkedett, muzsikus családban. 8 évig énekzenei általános iskolában tanult, kórusban énekelt, zeneiskolában tanult zongorázni, majd trombitán, kürtön, klarinéton, tubán. A Pécsi Konzervatóriumban zeneelméletet, zeneszerzés, ütő mellékszak tanulmányokat folytat, majd a Zeneakadémián Jenei Zoltán osztályában tanul. A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 Wind Music Mini Fesztiválon bemutatták egy fúvó zenekari művét is. Keretek között. A rövid zongora darab egy rubátó jellegű, zárt, önmagán túl érvényesülni nem tudó zenei anyagot hordoz. Egy-egy hang motívum erejéig ugyan megpróbál kilépni a zeneszerző és a zongora adottságai által teremtett zenei keretek közül, de valami felsőbb erő visszatartja. Következzék tehát Keretek között Balogh Máté Gergely szerzeménye, előadja zongorán a szerzőt.